Bár 20 éve van sajtószóvivői hálózat és adnak tájékoztatást bűnügyekkel kapcsolatban, mégsem került kellőképpen előtérbe az ügyészi munka. Az is nyilvánvaló, hogy aki nincs jelen a közösségi médiában, az nincs jelen a mai valóságban. Tény, hogy már az idősebb generáció is egyre inkább ezeken a felületeken tájékozódik. Ennek megfelelően változtatták meg a honlapot, mely közérthető, laikusok számára is befogadható. A Facebook és a YouTube mellett angol nyelvű tartalommal is megjelent a magyar ügyészség a Twitteren. Mi is a cél? Nagyon rövid, közérthető, grafikai elemekkel, kép, videóanyagokkal megtámogatott tartalmakon keresztül a lehető legsokoldalúbban, legkreatívabban mutassuk be a munkánk különböző szeleteit, amelynek a nagy része nyilván a büntetőeljáráshoz kapcsolódik, de igen, jelentős szerepe van a büntetőjogon túli területnek és az ügyészségnek. És mindemellett azt is, hogy úgy mondjam, az ügyész is ember, tehát a más módon a munkája mellett egyéb módon is értéket teremtő, alkotó ügyészek bemutatására is lehetőséget biztosít ez a platform. Az idén 150 éves szervezet a friss sajtóhíreken túl elérhetőségi adatokat közöl, fogalmat, adatot tisztázó jogi egyperces sorozatot indított. Tisztázza a büntetőjogon túli feladatokat, például a gyermek- és fogyasztóvédelmet, vagy a környezet- és természetvédelmet. Tervezik az Ügyész a Vásznon című posztsorozatot, amelyben megmutatják, hogy a különböző országok filmművészetében hogyan jelenik meg az igazságszolgáltatás, az ügyészi munka. Nagyon kedvezőek a tapasztalatok, hiszen természetesen folyamatosan monitorozzuk ennek a látogatottsági adatait, illetőleg a visszajelzéseket is. Pont most összesítettük, az elmúlt 2 hónap alatt több mint 300 000 kerestek rá az új honlapunkra, több mint 1 300 000 megtekintés volt az oldalon, és ami talán még ennél is fontosabb adat, az átlagos honlapon eltöltött idő az 13-14 perc, ami nagyon kiemelkedő ebben a műfajban, tehát sokan sok információ ér egyes aloldalakhoz elmerültek. A közösségi média tartalmaknál is elmondható, hogy 2 hónap alatt több mint 850 000 megtekintés volt már eddig. Több praktikus és hasznos információ is felkerült erre az igazán felhasználóbarát felületre. Ügyészségi keresőprogramot is csatoltak a honlaphoz, melyhez Google térképet is talál az érdeklődő. Külön összefoglalót készítettek a koronavírus járvánnyal kapcsolatos speciális szabályokról, de a különféle beadványok nyomtatványait, azok feltételeit és a kapcsolatokat is közli a Magyar Ügyészség honlapja és több közösségi felületen.